Megkezdték a Palotai út 13 szám alatti épület bontását. Székesfehérvár közgyűlése erről múlt heti ülésén határozott, mivel a szakértői vélemények ezt indokoltá tették. Ez a döntés egyébként része annak a folyamatnak, amit március elején a Móri út 8 számú épület bontásával kezdett meg a város. Az életveszélyesé nyilvánított és már lebontott épületbontásakor több mint 800 köbméternyi sittet szállítottak el, és itt a Palotai út 13 esetében is hasonló nagyságrendre számítanak. A Széphő ZRT még 2010-ben jelezte az önkormányzatnak, hogy a földterületen található lakóépületek igen rossz műszaki állapotban vannak, szükségesnek tartják azok levontását. Az önkormányzat 2010 óta folyamatosan intézkedett az ingatlan fokozatos és tervszerű kiürítéséről. A bérlők lejáró határozott idejű lakásbérleti jogviszonyait nem újították meg, a megüresedő lakásokra új bérlőket nem jelöltek ki. A jogszím lakáshasználókat pedig kirakoltatták. A múlt héten az utolsó bérlők is elköltöztek. Ugye aki a városban jár, látja a Palatai 13 szám ingatlant, hogy ez emberi lakhatásra kevésbé volt már alkalmas az utóbbi, uh, utóbbi időszakban, éppen ezért nyilvánvalóan az életkörülmények javítására a lakóknak az elhelyezésére feltétlenül szükség volt. Ebben az esetben is családsegítő szakemberekkel szorosan együttműködtek és támogatják, figyelik a kiköltözött családok sorsának alakulását.